No, itten vagyunk újra szokásos hanganyagunkkal, amely a gondolatolvasás rejtelmeiről fog szólni. De mielőtt belevágnánk, előtt elmondanám a szokásos apróságainkat. Római egy, emberek, ez az előadás, ezen előadások azért jönnek létre, sőt, voltak épp az összes előadás, amit tartok, mert kérdéseket kapok, és nagyon szívesen válaszolok rájuk, ha tudok. Ha nem kapok kérdéseket, akkor meg nem jár a szám. Oké? Tehát itt nem arról van szó, emberek, hogy követni kell azt, amit az előadó mond, mert az a tuti. Jaj, de hogy csak azért járatom a pofámat, hogy mindenki szabadon gondolkodjon, próbáljon meg minden ember megtalálni önmagában azt, ami benne van. Oké? Római 2. Igyekszem érthetően beszélni. Lazán, könnyedén, mert úgy vettem észre, hogy bonyolult dolgokat egyszerűen, még a fajsúlyos kérdéseket könnyedebben éri meg tárgyalni. Messzebbre mutat a lazaság, meg az érthetőség. Nem kell egyfajta mesterséges egoizmussal felturbózni a mondandódat úgy, hogy néhány latin kifejezés beletűz lesz. Oké? Persze így is lehet. Ha neked így esik jól, amikor előadást tartasz, csináld így. De hatékonyságban szerintem az érthetőség többet ér, mint sem a látszat nagysága. Oké, és Római 3. Ezeket mindjárt csináljuk, ezeket a YouTube felvételeket. Gyakran elmondtam, hogy miért, ha érdekel, akkor nyugodtan hallgass vissza, a felvételeken ott van. De ennek ellenére vannak jó pár, akik anyagilag is támogatnak minket, ezt nagyon szépen köszönjük. És mivel mindig elmondják, hogy név nélkül szeretne támogatni, ezért csak egy pár keresztnevet, hogy mondjak. Nagyon szépen köszönjük Krisztinának, Katalinnak, Lászlónak, Glóriának, Gábornak, és egy hölgynek, akinek a lánykör nevét nem tudom, csak a férjezet nevét, egy Zoltánné nevű hallgatónak, hogy nem csak a pénzükkel, de az időkkel és a figyelmükkel is támogatnak mindannyiunkat. Segítvén abba, hogy mind itt lehessünk. Mi is, meg ti is. Jó. No. És nézzük a levelet. Kedves Krisztián, tudod, hogy milyen vagyok, ki vagyok, mit gondolok, hisz valamit? Akkor az eladás végén mondtál, ami igaz volt, és csak én tudtam, hogy valóban nekem szántad az üzenetet. Bocsánat, ha kételkedem, csak jobban zavar az, hogy tudod, hogyan érzek. Igen. Talán látta a gondolatomat, a fejem rohanom állatot is. Mégis hogy csináltad, hogy láttad? Na, emberek, kezdjük az elején, jó? Bocsánat, hogy a kételkedsz. Emberek, az nem baj, ha kételkedtek, sőt. Jaj, te jó Isten. Én mindenkit bíztatok arra, hogy kételkedjen. Más a kétkedés, és más a kételj. A kételj az önmagadban való kétkedés jelent, az csak rombol. Ebből szemben a kételkedés, az a kifele irányuló kételkedés, pontosabban a kintről kapott információkkal szembeni való kételkedés, az meg előnyös, az épít. Sokan azt hiszik, hogy aki kételkedik, az nem tud hinni, de ez nem igaz. A valódi hit az a kételkedésből fakad. Csak a birka hit, az ostoba hit fakad. A feltétel nélkül mindent elfogadok csacskaságból, oké? Okay? Természetesen, ha valaki úgy akar élni, éljen úgy, de ha tényleg valaki szívesen hallgatja, amit mondok, akkor annak mindenkinek üzenem, hogy nem az, hogy nem baj, hogyha kételkedsz abban, hogy mondok, hanem kifejezetten előnyös és kifejezetten javaslom, rendben. Engem nem tudsz megbántani azzal, hogyha kételkedsz abban, hogy mondok, mert én is kételkedni szoktam benne. Rendben van? Na, maga ez a gondolatolvasás meg, hogy hogyan működik ez az egész folyamat. Próbálom egy hogy is mondjam ezt egész pontosan, egyfajta összefogott képet adni erről az egész folyamatról. A gondolatolvasás, mint olyan, abban nagyon sok ember találkozhat, hogyha hát nem csak egy tanító gurukhoz, meg ilyenekhez mész, hanem tényleg akár pszichológushoz, vagy csak egy-egy úgymond de jó emberismerő valaki típusú emberhez. De teljesen egyértelmű, hogy a legtöbb úgymond gondolatolvasó esettel akkor találkozhatsz, hogyha valamilyen látnok sámán halló szaglő emberhez mész, aki kvázi ebből él.
Vagy nem is ebből él, bár át ebből szokott élni, de mindenképp a repertoárjának a része. Na, kezdjük az elején, jó, hogy ki az, akiket találkozhat esélyarányos sorrendben. Próbálom úgy összeszedni. Na, római egy. Általánosságban, akikkel találkozhatsz ilyen gondolatolvasó esetekkel, abban egyfajta nagyon profi, hát nevezhetjük szélhámosnak. Ők a gondolatolvasók idézőjelben 80%-át teszik ki, legalább. Ő nem gondolatot olvas, hanem ismeri nagyjából az embereket, tudja, milyen típusokba lehet őket sorolni, viselkedésről, beszédstílusról, tartásról, mozgásról, és olyan általánosságokat, általános információkat dob be a beszélgetés folyamán, ami esélyes, hogy igaz. Mert hát tényleg, ha valaki odafigyel az emberekre, akkor egy-egy szemrebbenésből szinte majdnem biztosan meg lehet állapítani, hogy gyermekkorában mondjuk verte az apja. Vagy akinek például nagyon föl van húzva a válla, és a nyakát, hogy behúzza a két válla közé, azt szinte majdnem mindig gyermekkorában sokat ütötték a fejét. Tehát van egy általános közhelyek, amik ugye a közhely azért közhely, mert igaz, amelyekből nagyon jól meg lehet élni. Tudod, a klasszikus látnok trükk, hogy ja, érzem, látom, mint lett volna neked egy nagyon fontos ember az életedben, János, ugye János? Jó, tényleg, volt János, mert hát majdnem mindenkinek van János nevismerőse. Tehát, hogy velük futhatsz össze leginkább. Az este többségében nem mond rám ezeket sem feltétlenül rossz szándékú embernek, de maradjunk annyiban, hogy az ilyen típusú gondolatolvasás az, amit te amúgy a hiteddel visszaigazolsz, mert hát olyan dolgokat mond, hogy tényleg, hát ez tényleg látja, gondolod, mert hát valóban történt egy esemény, a gyermekkorban tényleg nagyon sokat vertek a szüleid, vagy sorolhatnám az ilyen helyzeteket. Tehát ezeket nyugodtan te, vagy az normál ember gondolatolvasásnak könyveli el, vagy annak, hogy a mester, vagy a szakember őt mennyire átlátja. Pedig valójában arról van szó, hogy abszolút fizikai inferenciák alapján egyfajta táblázat felállításával úgymond dolgozik az illető. A gondolatolvasó kettes típusa, aki a maradék 20%-ban nagyjából 15%-ot alkotja, tehát velük találkozhat, bár sokkal ritkábban, ugye. Ők profibbak ennél, ők egyfajta testbeszédből képesek már olvasni, egy-egy villanásból, szemhunyorgásból, hangszíned pici mozgásából, az apró mimikák, mikromimikáknak a különféle rezdüléseiből. Ezt vagy tanulta, vagy ösztönösen tudja. Olyat is láttam, aki azt hitte az ilyen gondolatolvasó emberbe, hogy tényleg gondolatot képes olvasni, vagy tényleg bele tud látni másik ember lényébe, mert hogy látnok, pedig valójában csak ezeket a jeleket fogta föl. De a többség azért pontosan tudja, hogy ezek a trükkökkel operál. Ez a látszat ellenére abszolút lehet egy segítő folyamat a számodra mondjuk. Végső soron, hogyha valakinek valamilyen lelki baja van, és elmegy egy szakemberhez, vagy egy guruhoz, egy mesterhez, alapvetően teljesen mindegy, hogy most az információ, ami segít, az most milyen forrásból jut el hozzád, de nem, tehát végülis tök mindegy. De úgy vettem észre, hogy ezen gondolatolvasó látnokok idézőjelve, nek a többsége is tudja, hogy mivel, milyen trükkökkel dolgozik. Itt amúgy kell egyfajta intuitív érzékenység is, tehát ez már nem elég. Olyan, mint a jó grafológus, aki megtanulja a grafológia szabályait, de azért előbb vagy utóbb ahhoz, hogy valóban képes legyen egy embert elemezni, ahhoz már több kell a szabályok, meg a trükkök ismerésénél, annak kell egyfajta érzékenyebb állapot. Tehát ezen kettes típusú gondolatolvasók többségének ez a fajta intuitív, szenzitív képessége kialakul azért, de összességében mindig azt lehet mondani, hogyha nekik háttal ül valaki, vagy egy fotót küldesz el neki, akkor pont semmit nem fog tudni kiolvasni belőle, mert nem kapja meg azokat a finom jelzéseket, amiknek szüksége van ahhoz, hogy az intuíciója beinduljon. Oké. Római 3. Hát római 3-as gondolatolvasó, ez már közelít a gondolatolvasáshoz, voltaképp nevezhetjük annak. Ő tényleg a
az estek 3%-ában futhatsz bele, nagyon ritkán fogsz innen találkozni. Ez a típus az, aki képes úgymond rád hangolódni, tehát egy ember, akivel eszemből mondjuk rád, ahogy beszélsz, ahogy ott vagytok egy térben, ahogy viselkedsz, ennek köszönhetően rád hangolódik, mint amikor a rádió gombját ott csavargattad régen, és hogy ráhangolódtál egy állomásra, előbb csak olyan semmi volt, aztán sistergés, majd recsegés, ropogás, és lapránként bejött tisztán a zene. Tehát valahogy így hangolódik rá egy-egy emberre, aki vele szemben ül, és kvázi, nem jó szó, hogy olvas, mert ez nem igaz, de valahogy átél olyan villanásokat, itt villanásokról van szó, olyan felvillanásokat, amelyek akár lehetnek konkrétumok is, tehát mondjuk hirtelen felfogja azt a képet, ahogy gyerekkorban ülsz a kedvenc mackóddal, a piros mackóddal szemben. Tehát ez már jóval több, mint egyfajta általános hablaty. Sőt, mondom, kifejezetten képesek arra, hogy személyesen rád vonatkozó élményeket fogjanak föl. Ez azért van, nagyjából úgy képzel ezt a dolgot, hogy ott ülsz vele szembe, és akkor az intuíciójának, egyéb érzékeinek köszönhetően képes elengedni a saját maga gondolatait, majdhogy nem egy olyan állapotba hozza az elméjét, ami a jelenlét adta pozitív üresség, hogy így fogalmazza. Tehát semmiféle kattogás nem zavarja, nem befolyásolja mondjuk az, amit a fizikai szemeivel lát. Még hogyha fel is fogja az ilyen trükkös megnyilvánulásokat, mint az előző két csapat, tehát az apró ráncaidból mi egymásból, akkor sem figyel rá. Tehát nem, már nem annyira logikus elméjét használja ahhoz, hogy értelmezze a pillanatot, hanem egyszerűen felfogja azt, ami benned is van, vagy benned van, és akkor ezt úgy ő meg úgy kimondja. Nagyjából majdhogy nem is ő veszi észre, tehát nem az ő elméje, az ő egója veszi észre a benned lévő dolgokat. Magyarán nem az elméjével olvas a te elmédben, mint az emberek hinnék, az ilyen mentalista trükkökből, hanem rád hangolódik, mint hogyha te lennél egy nagy medence, benne a víz, a sok élmény emlékhet, és úgy jön meg képesen benne úszkálni. Oké, de mondom, ővelük már nagyon-nagyon ritkán futhatsz össze, mert ez általában azon túl, hogy tanulható képesség, inkább fogalmazok úgy, hogy a tehetség fejlesztéséről szól, tehát kell egyfajta ráérző képesség, tehetség, viszont sok munkát is igényel. Úgy vettem észre, az este többségében az ilyen klasszikus gondolatolvasóknak vagy képessége nincs, vagy a képessége van is lusta, és nem fejleszti. De ezen utóbbi csoport, az a hármas számú csoportnak már mindkettőre szükség van, ritkán lehet találkozni, de ha úgy dobja a jó vagy a rossz sors, akkor mindenképp hallgass meg, ahogy megbeszélt, hogy nyugodtan legyél kételkedő. De adhatod információt, adhatod a lökést, amit ha szabadon fel tudsz használni, mint a madára, felfele áramló meleg levegőt, ugye a termiket, vagy a repülő, akkor magasabbra szárnyalhatsz, jó a létezésed egén. Van a 4-es számú gondolatolvasó, fogalmazzunk így, hogy tényleg a estek 1,5%-át arányában nagyjából jelentheti. Nagyon ritka az ilyen, tényleg országonként 1 tucat, most mondtam valamit, tehát nagyon ritka. Ők úgy működnek, hogy már nem csak egy emberre képesek ezt megtenni, aki a előző csapat, a 3-as számú, hanem például tartunk egy előadást, ott ültök mondjuk 500-an, most mondtam valamit, és akkor képes felfogni villanásszerűen ő is, tehát nem tudatosan, de képes felfogni a jelenlévőknek az összes rezgését, emlékét, élményét, gondolatát, stb., mint hogyha a jelenlévők alkotnának egy nagyon nagy medencét, sőt, akár mondhatnánk egy komoly nap méretű tavat, és hogy abban képes úszkálni, de még mindig csak kvázi össze-vissza úszkál ő is, magyarán nem tudja megtenni azt, amit te leírtál leveledben, hogy téged kinéz a csoportból, mert tudja, hogy az a gondolat, amit ő fölfogott, az a tiéd, hanem hogy mindenki áramlik felé, és miközben tartja az előadását, mindenki azt veszi észre, miután kiment 1,5 óra múlva, vagy 2 óra múlva, hogy na hát, a mester vagy a szakember pont olyan dolgokat mondotta, mintha hozzám beszélt volna.
Ennek ez a mechanikája nagyjából, hogy a előadó maradjunk ennyiben, vagy hát a tanító mester szakember, amikor ott van, akkor nem nagyon van szándéka arra, hogy mondjuk lenyűgözzön, vagy meggyőzzön, egyszerűen csak a jelenlétet éli. Például amikor nagyon jó művész, amikor nagyon jó zongorista vagy hegedű művész, tudod, érzed az első egy-két darabnál még, hogy úgy kicsit erőlködik, majd egyszer csak úgy eltűnik a figyelme, az egója. Látszik, hogy már észre sem veszi a közönséget. És egyé válik a zenével, ezáltal a zenéjével rengeteg mindent ad nekünk, a hallgatóknak, viszont rengeteg mindent kap is belőlünk, mert hogy átmos a zenével. De mivel nincsen tudatában, ezért nem zavarja, vagy nem üti meg a hallgatóságától kapott fájdalmas, vagy éppen boldogteli emlékek, események, de beleépíti a játékába, és egyszerűen csak azt veszed észre, hogy már eltelt egy-másfél óra, és csak nagy szemekkel hallgatod a zenét. Tehát valahogy pont így működik egy ilyenfajta gondolatolvasó is. Ezt akár megteheti face-to-face is, tehát egy-egyes kapcsolatban, csak arra akarod kilyukodni, ez a csoportnál képes arra, hogy nagy tömeggel is megcsinálja ezt a fajta érzékelést, ezt a fajta valamilyen szintű egyéválást, mert itt már elő van szó, hogy annyira el tudja engedni a egóját, az elméjét, az előadó szent, hogy képes egyfajta egységet megélni a hallgatóságával, de még itt is a felfogások, mondom, villanásszerűek. És nem azért, mert béna a mester, hanem azért, mert szüksége van valamilyen szintű emberi csatornára, egy emberi formára ahhoz, hogy az így látott dolgokat elmondhassa mondjuk neked, vagy a hallgatóságnak, a sokan vannak, ugye. Hogyha nem lenne emberi csatornája, akkor olyan lenne, mint egy ilyen ködös delfói jós, aki csak ott ül a nagy füstfelhőben, és értetlen dolgokat motyog, amik lehetséges, hogy mint Nostradamus jósatai a következő 5000 évben itt meg ott be fognak következni, csak hát abban nem tudsz te most semmit kezdeni. Tehát valahol ezt a fajta felfogó képességet korlátozni kell itt a Földön, hogyha valaki akar az embereknek segíteni. Mártég úgy vettem észre, hogy aki itt a Földön embertestben ilyen képességekkel rendelkezik, az nem csak azért van itt, hogy önmagának jót tegyen, mert meglátja a lottószámokat, vagy könnyebben tudjon párkapcsolatot bonyolódni, csajozni, vagy pasizni, mert látja a másik fejében, hogy mire gondol, hanem sokkal inkább azért vannak ezek a áldások, hát vagy éppen olykor átok is ezen embereken, hogy a többi embernek segítsenek. Tehát ahhoz, hogy a segítség létrejöhessen, ez a kölcsönös segítség amúgy, ahhoz mindenképp szükség van, hogy a látnok, idézőjelben, az legyen egyfajta emberi formája is, hogy tudjon emberi gondolatokat, emberi szavakat megfogalmazni. Ezáltal a képességről korlátozódnak, az ilyen transz jellegű állapotokba, ha bele is kerül, valahogy megmarad a innen való elfordulás, a transz, és az ide való fordulás is, az emberi beszéd. És így egyfajta villanásokban, de már konkrétumokat tud átadni neked, de akkor sem tudja úgy irányítani általában, mint ahogy gondolnád. Tehát mondom, nincs az, nem szokott az lenni, vagy csak olykor-olykor, véletlenszerűen, spontán, hogy a 300 fős tömegből rád néz, és akkor megmondja neked a te gondolataidat. Megessék, de mondom, inkább spontán. És akkor van az ötös számú csapat ebben a látnokokból, ez tényleg a esetek 0,5%-ára mondhatnám, ez nagyon-nagyon ritka. Ez a fajta típus. Ugyanis ellentmond a fizikai létezésnek minden, amit előbb elmondtam. Ez a fajta, ugyanazt tudjam, az előző csoport, a négyes számú, hogy képes annyira elengedni önmagát, hogy a jelenlét végtelenében kerülvén képes felfogni a közeles távol lévő gondolatokat, érzéseket, rezgéseket. Csak ő már képes tudatosabban megtenni ezt. Míg itt is azt mondanám, ha őszinte akarok lenni, mert pedig általában az akarok lenni, nem mindig sikerül, de általában az akarok lenni, hogy sok még itt is a spontán véletlen látás, de ez az utolsó kategória, ez már eléggé stabilan képes arra, hogy ráthangolódjon, és nem is, hogy mond bármikor, de az este többségében valóban
meglásson benned olyan emlékeket, képeket, akár az álmaidat is, egy-egy villanásokat, összefüggéseket, sőt, sokszor még a jövődet is úgymond felfogja belőled, mert hát a jelenlegi állapotod már a jövődet tükrözi, vagy a jövőd a jelenlegit, ez most már csak nézőpont kérdése. Tehát ez a típus már mondható nagybetűs látnoknak, idézőjelben gondolatolvasónak, bár ez a típus sem nagyon szokta tudni azt megcsinálni, hogy arra gondolsz egy számra, 8.624.322, és akkor megmondja, hogy erre a számra gondoltál. Nem nagyon van ilyen. De ez a típus már úgy is fogalmazhatunk, hogy sokkal jobban átlátja az életedet, mint mondjuk te magad. De szeretném hangsúlyozni, hogy az ilyen látnok annyira ritka, hogy kis eséllyel futsz bele. Most persze mindenki, akinek van kedvenc mestere vagy tanítója, az mindig mondja most magába, jó, hát az én mesterem az ilyen volt. Na, nem valószínű. Mondjunk annyi, hogy biztos, hogy voltak jó pillanatai. Azt is megmondom, miért így zárásnak, illetve az, hogy hogyan működik ez az egész. Tehát maga, ugye mit látunk? Ugye azt látjuk, hogy el vagyunk szeparálva egymástól, tehát a szavaink, a tetteink azok, amik adnak valamit belőlünk, amit ugye te a felfogó képességeddel, vagy én a felfogó képességemmel értelmezem. Ezért van az, hogy az ember nem ismeri másik embert soha, csak hiszi, hogy ismeri. Ezért van az, hogy gyakran, amikor van egy 10 évig tartó párkapcsolatod, akkor a váláskor veszed észre, hogy teljesen más embert szerettél eddig, mint aki a váláskor ott volt, a valódi énje. Ezért van az, hogy nagyon sokszor egy-két hónap, év ismerettség után, mikor a másik leissza magát, akkor egy teljesen más oldalát mutatja neked. Ezért van az, hogy nagyon sokan, főleg a nők szoktak csalódni a párjaikban akkor, mikor kiderül, hogy amikor együtt nézik a csillagoságot, akkor a párjuk pont nem arra gondol, amire ők gondolnak. Ezért az nagyon sok férfi csalódik úgymond a párjában, amikor rájön a 10 év után, hogy a párja abszolút nem ismeri, mert nem tudja fölfogni belőle benne lévő a páncél mögött rejtegetett dolgokat. Tehát lényeg a lényeg, hogy maga a gondolatolvasás folyamata, mint itt a Földön, azért nem működőképes, mert nincs rá szükség, ugyanis az elme az ego által teremtett játék, játszma, az arról szól, pontosan arról szól, hogy bármit meg tud élni, ezáltal bármit el tud rejteni, illetve, hogy a valóságot úgy teremted, hogy a saját felfogó képességed által létrehozott dolgokat éled meg igazságnak. Szoktam mondogatni, hogy az embert nem érdekli az igazság, csak az, amit igazságnak lát. Ugyan az igazságot nem láthatja, mert az emberi elme nem képes rá. Ugyanis az elméd mindig úgy értékel, mindig úgy fogja fel a dolgokat, úgy vonja le a tanulságot, amilyen korlátai vannak, amilyen a múltja, a tanulmányai, és sorolhatnám. Ebben persze nagyon sok ember nem ért egyet, de már egy alsó kategóriás pszichológus is tudja, hogy ez így van, mert megtanult, hogy az egyetemen, jó esetben, nem mondom, megtanulni egy első éves anyag. A lényeg, hogy maga az fizikét erről szól, hogy az így elhatárolt egyének élik a játszmát, mint a biliárdgolyók az asztalon, olykor ütköznek, kommunikálnak, beszélnek, összeházasodnak, gyűlölik egymást, harcolnak egymással, stb. Majd aztán megint önálló pályára állnak. De ugyanazok a zárt rendszerek maradnak. Ezzel szemben a valóság a következő, hogy ez a fajta zárt rendszer csak látszalagosan zárt, mint minden a létezésben, mint minden végtelen, határtalan. Az ember is az ego is az amúgy. Csak nézőpont kérdése, hogy önmagát milyen határokkal ismeri föl. De ha határokkal ismeri föl is önmagát, a végtelen akkor is benne van. Ez a végtelen tulajdonságából adódik, hogy mind a korlátolt végtelen, mind a végtelen, végtelen, végtelen. Tudom, ez nehéz érthető, de próbáld úgy végig gondolni. Lényeg, hogy magyarán, amikor két zárt ember találkozik, csak beszélget, mondjuk, vagy csak állnak a buszon egymásnak háttal, akkor is összefolyik mindaz, amit ők képviselnek ebben az életükben, itt a Földön, illetve egyéb más dimenziókban is, bár az már tényleg sokkal finomabb rezgés, mint amit az emberi elme valamely szinten megérthet, vagy felfoghat. Magyarán igenis arról van szó, hogy az információ áramlás, mint olyan,
az nincsen csak a szavakhoz kötve, vagy nincsen csak a fizikai látványhoz kötve, tehát az apró gesztikulációkból, az apró mikrorezdülésekből tud, hogy a másik igazat mond, vagy mondjuk hazudik. Igen, és az információ áramlás nincs úgy időhöz, egy térhez kötve, hogy csak akkor fogod tudni megélni, hogy mondjuk a barátodnak, vagy a párodnak milyen volt a gyerekkora, ha te is ott voltál vele gyerekként, ezelőtt 30 vagy 40 évvel. Valójában erre sincsen szükség, mert a felfogóképesség, mint olyan, a tudatosság egy frekvenciáján meg tudod élni úgy a 30 évvel ezelőtti eseményeket, amik mondjuk a pároddal történtek, mintha ott lettél volna. Természetesen elmondtam az előbb, hogy miért nem annyira élesen, mintha ott lettél volna, de azért felfogni fel tudod. Tehát maga a gondolatolvasás ilyen szinten, vagy maga az extra sense érzékelés, mint úgymond ilyen szinten így működik, hogy kvázi minden egybe van mindennel, csak emberként ezt elméből nem fogod föl. Megmondom, ezt szándékos nem fogod föl, azért, hogy itt megélhess egyfajta teremtő folyamatot. Valahogy olyan ez, hogy most is itt, hogy ülsz az autódban, vagy ülsz otthon és hallgatod a felvételt, attól még nagyjából 800 vagy 1000 különböző rádióadó, különböző zene szól itt most az éterben, csak nem hallod, mert egyikre sem tudsz ráhangolódni, mert egy másfajta hangfrekvencián rezegnek, olyan hangfrekvencián, amire a füled nem alkalmas, hogy felfogja, de attól még ott van, attól még a nem tudom milyen rádiók, azok sugároznak, a kereskedelmi adók sugároznak, csak épp nem hallod, mert otthon ülsz a szobádban, vagy az autódban, vagy bárhol, és hallgatod a felvételt. Tehát valahogy így működik ez az egész. Tehát is igazából ez a fajta gondolatolvasás, vagy felfogóképesség, az nem áll másból, mint ebből, hogy egy pici gyakorlással, tehetséggel, érzékenységgel, empatikus készséggel, először villanásszerűen, aztán később már viszonylagosan stabilan fel tudod fogni azt, hogy mi van a másik emberben, mi volt, vagy mi lesz benne, mert a valóság szempontjából ezek nincsenek elválasztva egymástól. A múlt, a jövő, a jelen, a másik, meg te. Rendben van. Írtad, hogy a zavar, hogy tudod, hogy így tudom, hogy te mit érzel, vagy mit gondolsz. Ez való érthető, valahol meg egy ösztönös védekező reakció. Következő tudom neked elmondani. Aki nem, az első négy kategória, sőt, az első három, az, amit így belőled fölfog, biztos, hogy nem él vissza. Ugyanis olyan fajta empatikus készségre van szükség, hogy nem teheti meg a visszaélést, mert abban saját magát is bántja. Tehát azok az ilyen mindenféle erőszakos elnyomó, mind verbálisan, mind tettekkel agresszív tanítók, akik ilyen erőszakos gurúk, tudod, akik a félelemből építnek maguk köré szektát, akiknek tudod, látszik a követőiknek a szemén, hogy félnek a mestertől. Mert mondjuk gyakran volt olyan, hogy a mester egyszer csak meglátta, mi van benne, és akkor utána azt kihasználta, vagy emlegette, és stb. Tehát az ilyen típusú, akik az első csapatba tartoznak, általában csak profi szélhámosok. Ha valaki valóban tényleg képes befogadni, egyé válni veled, az, amit benned is fölfog, nemhogy nem él vele vissza, mégsem nem is zavarja. Tehát nincs arról szó, hogy egyszer csak meglátja, hogy szokta túrni az ordat otthon egyedül, és akkor ezért megvetne. Jaj, de hogy? Tehát ilyen téren így mond, ezért ne zavarjon. Ettől nem leszel kevesebb a mesternek a szemében. Ha belegondolsz, kettő, a saját magad szemében is leszel kevesebb attól, hogy most bármi, ami te vagy, amit most szégyelsz, elkezded nem szégyelni. Mi van avval, hogyha tényleg valaki tudja, hogy mi van benned igazából? Jó, persze az ego fél, mert ugye visszaélnek vele az emberek, ha tudják, hogy mit rejtegetsz, meg ugye akkor könnyebben sérülsz. Ezt talán írom. De ha belegondolsz összességében, itt vagy 60-70 évig, hát most nagyon azt, a létezés több száz milliárd évéből, nagyon ezt most nem éri meg annyira rágörcsölni, megéri komolyan venni, de nagyon görcsölni nem szabad. Tehát, hogy vedd lazára a figurát, ha rám hallgatsz. Nincs ez a semmi baj, hogyha kiderül, hogy
olyan tulajdonságod is vannak, amiket a világ éppen most hibának tart, vagy éppen szégyennek tart. És kit érdekel, mit gondol a világ? Te értnek egy szívességet, oké? Így zárásnak még egy apróság. Azért mondtam az elején, hogy ilyen klasszikus gondolatolvasóban nem nagyon tudsz belefutni, mert nincs értelme a létezésüknek. Ugye így emberként úgy gondoljuk, hogy tök jó, hogy ezek itt vannak, mert olyan dolgokat is odaadnak a kezedben önmagadról, amit nem tudnám meglátni. Tehát segítik úgymond az önismeretedet, a fejlődésedet, kiteljesedést, a megvilágosodást, stb. És ebben van valahol valami igazság. Ez egyértelmű, nem is tagadom én se. De úgy vettem észre, hogy nincs, arra sincs szükség, hogy egy ilyen egyén létezésével folyamatosan, állandóan az arcodba vágja az igazságot. És az érdekes, hogy most gondolnád azt, hogy de hát, ha igen, tényleg igazi gurú, egy mester, akkor gondolatolvas, akkor pontosan tudja, hogy mikor mondja meg az igazságot neked önmagadról, vagy mikor legyen elnéző, és várja meg a megfelelő pillanatot, mikor fel tudod dolgozni. Igen, nagyon szépen hangzik, de nem lehet ezt mindig megcsinálni. Mert hát egyszerűen, ha igazmondó látnak, szent sámán is ember, és hát ő is béna. Tud lenni. Nem olyan rég beszéltem egy nagyon régi kedves ismerősömmel, és a beszélgetés közben vagy leesett, hogy noha már ezt többször rájöttem az elmúlt évek alatt, évtizedek alatt, de ott megint valahogy szembesültem vele, hogy egyszerűen nincs értelme mindig az ember elé tiszta tükröt tartani, mert ha meglátja, akkor meglátja. De akkor meglátja nélküled is, mint mester nélkül is. Ha meg rád van szüksége, akkor meg úgysem fogja föl. Mert nem azért, mert béna, nem azért, mert buta, egyszerűen most arra nincsen szüksége. És akkor csak a saját maga gondolataival értelmezi a tükörben látott képet, és pontot vagytok, mint hogyha nem is veled a látnokkal szemben ült volna, és pont úgy csak fájdalmat, és olykor épp a korlátok erősödését okozzátok egymásnak. Tehát valahogy úgy alakul, hogy ilyen nagy gondolatolvasó látnok szent lesz belőled, akkor próbáld meg valahogy mindig, tudom, hogy nem fog menni, és nem is... De ne hibáztod ezért magadat, hogy nem megy mindig, csak azért próbáld meg úgy általában legalább figyelni azt, amikor ott vagy, akár több száz ember előtt, vagy akár csak egy ember előtt, és úgy átlátod az illetőnek az életét, a gondolatait, az egójának, minden rezlését, minthogyha egy saktáblát néznél kívülről, és ugye ismered a szabályokat. Előbb egy idő után ilyen szinten fogod látni a veled szemben ülő embert, vagy éppen azt a több száz embert, aki ott van körülötted. Több ezret, mindegy a szám. És ilyenkor így próbálj meg figyelni azt, hogy valóban most mindenáron most kell megértetni az illetővel, hogy melyik lépését hiszi rossz lépését jónak, vagy hogy melyik lépésének köszönhetően, melyik tettének köszönhetően lehetne még fejlettebb, mert hát igen, és nem biztos, hogy most ő fejlettebb akar lenni, vagy hogy fejlettebbnek kell neki lenni. És akkor zárásként, hogy mégis hogy csináltad, hogy láttad? Hát figyelj ide, maradjunk annyiban, hogy az, hogy én szerinted ebből az ötös csapatból melyikbe tartozom, azt majd én azt ezt rád bízom, hogy eldőzd, és akkor el fogod tudni dönteni, hogy én ezt hogy csináltam. Jó? Na, jók lehetek.